Na, jó napot kívánok! A város lakói nem néznek jól. A másik meg azt írja, hogy ennek a városnak van a legelképesztőbb egészségügye. Bazeg. Most a Stacy McCoy az miről beszél? Ja, hogy ő itt él. Aha. Ő pedig... Terry Norris? ő meg itt él? Ó. Oh. Jó. Hát figyeljetek, szerintem csinálunk egy olyat, hogy... építünk ide egy krematóriumot. Mert tegnap este is, mikor itt... összegeztük volna a napot, hát és azt látod, hogy mindenhol ott van ez a rengeteg piros jelzés. Hát, bazd meg. Jézusom. Jézusom. Ja, a másik krematórium az hogyan néz ki? Ja, az olyan kis szerényke, aha. De biztos, hogy mi a boltok közelébe akarunk tenni krematóriumot? Hát ez hogy nézze már ki? Hát ez undorító, nem? Inkább rakjuk oda föl éjszakra, a másik mellé. Vagy az se jó? Á, gyerekek, én már... nem bírok kiigazodni ezen. Egyébként meg lehetne még ide garázs letenni, csak... hát olyan az elrendezés, hogy... Ájjajjajjajjajj... nem engedi. Nem baj. Hát ezeket az épületeket most itt le kell bontani, fiúk. Bocsánat. Vagy várja vele szembe. Az úgy szerintem jobban is néz neki. És akkor ez így pont vele szembe van, így van. Igen. Ezt itt elrontottam, bazd meg. Ó, ne szívassál, most ez kó... ezt hívják pazarlásnak. Szóval így, szorosan egymás mellé, ugye, mert hát a szimetria az nagyon fontos. Ahogy kikapjak miatta. Hát valamiből, persze, így van, pontosan. Így van. Szia, Roli. Szia, sajtorta. Répás sajtorta. Így. Baszki. Hát, skacok, amúgy lassan lehet, hogy ott tartunk, hogy az irodaházaknál is rendet kell tenni. Bár azt tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy innen még nem érkezett panasz, hogy azt a mindenit, micsoda dugók vannak itt. Úgyhogy, na most innen ki tudnak jönni? Oda néz, mennyi halottas kocsi áll. Egy zsinórba, öregem, egymás után föl vannak sorakozva, egy szentséges jó ég. Na jó van, gyerekek. Hát azért ez itt talán csak segít, nem? Mondjuk működő körzeteket is lehetne kiválasztani. Aha, tehát hogy egyik körzetbe ők mennek, másikba meg a jóskáik. Ja. Lehetne ilyet is csinálni mondjuk. Igaz? Lehet, hogy ez lenne a meta. Nem igaz? Mondjad, Avi, mondjad, és akkor legalább lesz valami komolyabb apropója is a TO-nak. Mondjad, na. Figyelek, várom. Sok szeretettel, tényleg. De amit meg kell oldanunk, most sürgősen, friss fejjel, aggyal, az itt a lenti rész lesz. Itt katasztrófa van. Meg hát ahogy elnézem, ott fönt is megint csak. Fú, az meg nem is kicsit. Hogy is vannak itt az utak? Aha. Jó. És mi lenne akkor... hát, ez nem jó.
Hogyan lehet ezt megoldani? Emberek. Ja, jó van, oké. Jó van, Avi, rendben, megbeszéltük. Ja! Bankot rakjunk le? Tényleg, amúgy bank az... düböröghetne. Hol is volt a bank? Melyiknél volt a bank? Turisztikai látványosság, ott a villamos, metró, arra 6 pontot azért hagyni kéne. Metróval még akár... robbantani is. Hát a bank az elég fontos, igen. 5%-ot az javít az importon, meg a... Így van. Export profit és import költségekből lejön 5%, tehát ez egészen lenyűgöző. Központi bank. Hát ez hova menjen? Fú. Ez egy nagyon szép épület. Berobbantsuk őt oda? Hát ez amúgy is egy nagyon-nagyon forgalmas rész. Inkább mondjuk ide lentre? Ide lentre! Oh, igen. Oda lentre. Bizony. Jó, itt is hatalmas forgalom van, de ez mindegy most. Ó, csessze meg. Úristen! Hát itt a terepet meg kell egy kicsikét dolgozni. Metró a megoldás. Nem akarom elhinni. Ez biztos? Ilyennek kezdeni a napot, nem hiszem el. Úgy, ezt ennyire kiszedtük? Baszki. Ez hogy néz ki? Ezek a mentések olykor egyre durvábbak. Megáll ilyenkor bennem az ütő.
Hát ez Vine sokkal jobb, mint volt. Szarakodjunk most itt ezzel annyit. Jó, kiszedtük megint csak. Kurva életbe, Lalikám. Még milyen szerencs, hogy onnan soha büdös életben nem fogjuk nézni. Ha-ha! Ma jön-e a metró? Jön! Igen. Jön. Hogyne? Jönnie kell. Igen. Másik nagyon fontos dolog meg szerintem az, hogy... Figyeljetek most, ennél az ingatlannál... Miért nem itt hagy... De várjál! Tehát ezeknél a házaknál meg tudnak állni, akkor ezek szerint. Akkor miért parkolnak? Kik parkolnak itt, baszki, a vendégek? Álljon a ház tetejére! Kész. Ennyit tudok hozzáfűzni ehhez. Köszönöm a figyelmet. Megszüntetjük a parkolást. Megnézzük, hogy úgy mi lesz. Ajjaj, valami nagyon ínózik. El is ment. Hajrá, fiúk! Hajrá! Viszont itt a nagy házakkal van a probléma. Itt van még a rendőr. Engedjük már el, idióták! Nézz oda! Szegények, ezek most igen megkapták a magukét. Meg amúgy is központi bank, hát ezt meg kell csinálni valahogy. Hogyne. Milliárdok, apám, milliárdok. Nekem miért nincsenek milliárdjaim? Ha-ha-ha!
Ugye? Magas béleti díj az adót jelenti-e? Fordítás szerint, vagy azt, hogy nincs elég ház? Hát az épület sűrűségi szinten van probléma. Nagyobb övezeti sűrűségre, vagy más övezeti besorolásra lehet szükség. Ennyi. Hát kinőtték azokat a pittyputyházakat. Nem érzik magukat ott jól. Ez ennyit jelent. Hol voltunk az előbb? Figyeljetek, szerintem csak innentől legyen ez a központi bank, az bekaphatja. Nem mondom, legyenek itt fák, oké, na. Legyen végül is, na, legyen, na. Szép zöldövezetben legyenek dugóba. Nem lesz ez sok ide. Mindenhol fa. Minden, jó ez. Jó, ezt szeretik. Ez most szép lesz itt, nagyon. Megcsináljuk az utakat, aztán lehet menni tovább egész nyugodtan. Bármit is csinálni, akár talán. Roppant vicces, nagyon szépen köszönöm neked a Mester 3-ast. Büdös nagy tasja neked. Köszönöm szépen. Kell ide ez a füvesítés? Kell. Vagy ez már túl sok. Ilyen gicses. Lehet, hogy tényleg sok. Sok. Pörgesd föl magad, sok. Bármi van, basz föl egy napszemüveget, sok. Rúgj ki a gázt padlóig, rúgj ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kevesebb, néha több. Így van? Így van. Sziasztok! Szia, Shevchenko! Neked is nagyon szépen köszönöm a Mester 3-as. Micsoda Mester 3-asok tömkeleggel, kérem. Döbbenet. Köszönöm szépen. Így van, Grizzly, így van. Igen. A városvezetés megpróbálja a problémákat eltusolni faültetéssel és parkolók megszüntetésével, de mindenki tudja, hogy az igazi probléma a dugók és a hatékony tömegközlekedés hiánya. Lázadjunk! Szégyed magad inkább. Szégyed magad. Szítod itt a tüzet! Szégyed magad. Csalódás vagy, Róka? Nagy csalódás. Kora reggel. Még azt sem mondtad, hogy szia. Szia, Bala. Semmi. Tudod, mit mondtál? Ezt. Semmit. Megmutattad a középső ujjadat. Ennyit csináltál. Szégyed magad. Pedig az lett volna a minimum, hogy legalább egy picikét behódolsz. Na, miért nem hódoltál be? Olyan nehéz lett volna? Hú, ezek a lagok, ezek így... Gyerekek, mi van itt? Viszont most itt a busz hogyan fog megállni? Hello? Ja, így. De hát ez milyen elcseszett busz megálló, hello? Ha nem? Hát ez elég röhelyes busz megálló. Ekkora busz megálló kell ide? Mi ez? Nem is értem ezt. Hogyan működik? Te jó kérést? Nem vettem ki. Ki van zárva? Ha! Ki van zárva?
Micsoda az Isten? Hogyan mentem volna az ki? Mi okból? Te figyelj most itt most... Aha. És komolyan arra várnak itt ezek az idióták, hogy a busz fölvegye az utasokat? Vigyázzunk el, oda kell erre figyelni nagyon, mert ugye a busznak van egy külön sávja. Meg azt most faszán eltorlaszoltam. Megszüntettem a buszsávot. Lényegében. Itt is mindenki jobbra akar fordulni. Ó, Istenem. De érted? Itt parkolnak kint a halálnak a farkán. Mi a franc ez? Normálisak? 200 év, mire odaérnek bárhova. Hát ide már csak nem fognak parkolni. Hát ha mégis lesz olyan hülye, akkor parkoljon. Buszmegálló van, figyeltünk. Igen. Aztán majd átnézzük az utcánkat, hogy... Hol vannak megállók, és mit kezdtünk a megállókkal, nehogy itt nekem véletlenül elorlaszoljak, megszüntessek egy buszsávot. Ez az, tök jó. Oké, elvileg az utcákat most kitakarítottuk, ha minden igaz. Opá, még nem. Most végeztünk. Ha minden igaz, akkor most az utcák meg vannak csinálva. Hát esetleg még annyi, hogy ezt a részt is. Hopp! A buszoknak. Jó. Ez mi? Ez mi a gyász? Miért van itt törés egyáltalán? Ez ki érti? Ez mi? Ez is csak lassító igazából nekik. Milyen utak ezek? 8 sávos, ugye? Felettébb? Érdekes. Bocsi. Ezt megint mi okozta? És gyönyörűen működik. Rá. És amúgy meg igen. És akkor most jöhetnek a parkolóházak. Megszüntettem? Vagy jó csináltam? Ja, jó csináltam. Volt itt füvesítés? Nem volt füvesítés? Azt hiszem nem volt. Csak középen voltak fák, azt ennyi. Oké. Nem lesz sehol parkolás, baszki. Megszüntetjük ezt teljesen.
döntöttem, hogy elegem van a parkoló autókból. Nézzük így a várost. Itt még talán elfogadható ez. Hát... Mi történik, gyerekek? Lámpák vannak itt? Ja, lámpák irányítják a forgalmat. Oké. Itt is például senki ne parkoljon, kezdjük ott. De ez egy nagyon-nagyon fontos út. Mentők itt járnak, rendőrök itt járnak, minden nagyon fontos épületek itt vannak. Igaz, hogy helikopteres mentés is van már. És helikopterek egyből ugranak, ez nagyon jó amúgy, ez hatalmas előrelépés. Szerintem nekünk. Oké. Szuper. Parkolás megszüntetve. Fuck you parkolás! Szia Botond! Nem Botond, ez csak így jön, megy, kész, csináljuk, nyomjuk. És erre itt tényleg képes volt beírni azt, hogy dugó van. Hát de úristen, 47 ezer utasunk van havonta. Hát ez rengeteg lett hirtelen. Szerintem, hát ez, ilyen 30-nál stagnáltunk. 30 körül. 105 ezer ellenzéki van, hát ez nem ellenzéki, ez tévedés. Nagyon nagy tévedésben vagy. Hát az... Hogyan lenne már ellenzéki? Mitől? Kitől? Jaj, dehogy. És tudjátok, hogy miktől, kiktől van itt ekkora dugó? A buszok miatt. Hát az mi már? Gyerekek. Zebrák sehol. Milyen sokáig van piros itt. De most szerintem... Ez itt még így hagyjál, nem? Ez még így... Elmegy. De nem megy el? Hát nem is tudom. Lehet, hogy kellene még ilyen kis kerülőutakat létrehozni. Úramisten. Csak azok itt ezek a dugó elhárítással semmit nem értünk el. Nézd meg, mennek át a gyalogosok. És mindenki jobbra akar menni, de miért? Ja, mert ők most azt csinálják, tehát sokan azt csinálják, hogy aha. Figyeljetek, és mi lenne akkor, hogyha ezeket a menekülő utakat megszüntetnénk? Mert szerintem itt most sokan bejönnek a városba, és itt aha. Nem, tudom. Eljönnek a városba, eljönnek itt balra. És ott meg föl akarnak menni, ugye? Igen. Viszont hogyha én ezt a menekülőt itt megszüntetem, akkor az fog történni. Hát itt bejön. És itt akar elfordulni balra. És egyben föl jobbra. Tehát ez meg ugye egy irányú. Bazzen. Nagyon el van cseszve. Hát ez eszméletlenül el van cseszve. Fogalmam sincs, mi a megoldás ide. Mi a megoldás? Mit gondoltok? Van ötletetek? Hogyan kellene itt alakítani? Növeljük a sávok számát, vagy mi? Még három sávos tudunk létrehozni. Minden gond nélkül. Ez megoldás lenne? Ketten tudnának már itt balra fordulni legalább. Aszimmetrikus út.
5 sávos aszimmetrikus. Tehát az, az hatalmas bővítés lenne. Jó, nézzük meg akkor ezt. A sima... 3 sávost. Hát itt is például egy tud csak jobbra fordulni, viszont hogyha én 3 sávosra bővítek, akkor már is 2 tud elfordulni jobbra. Én bízom abban, hogy... Ide berakok egy 3 sávos, mi változik? Ja, egy csak jobb. Aha, jó. Igazából, ezt korábban is beszéltük már, hogy lényegében nem járdákat kell szélesíteni, hanem 3 sávos utakat létrehozni. És megvan oldva a probléma. Mert önmagában a 3 sávos úton nem lehet parkolni, lehetetlenség. Talán így. Ó, te jó Isten, hát az, ott meg mi történt? Ja, így jó, oké. Okay. Nem, ezt meg kell oldani, Tomi, mindenféleképpen. Nem kezdünk újat, ilyenek. Hát mert tőkénk van, tehát kell kitörlöm az egész várost itt a francba. Ez kész. Hát, és majd max újra tervezzük az egészet. Most nyilván jó türelem kell ahhoz, hogy itt megszűnjenek a dugók. De ez az út ettől függetlenül nagyon túlterhelté fog válni. Szintben szedjem szét? Hogy szintben? Az mit jelent, hogy szintben szedjem szét? Hogy csináljunk felüljárót meg ilyenek? De oda miért akarnak ilyen sokan elmenni? Tudjátok, mit kéne még megszüntetni? Mi a francnak mennek oda ennyien? Lehet, hogy az utak parkolókat itt keresnek? Bazd meg, menj már! Tehát ők most szálltak ki ebből az autóból. A Sheridan család. Azt a kurva, és hova fognak ők menni? A célállomás? Micsoda? Tehát ők lényegében ott leparkoltak a halál farkán, és ide jönnek vissza. Skacok, szerintetek mit eredményez az, hogyha én az összes parkolót megszüntetem a városba, és az emberek akkor hol fogják parkolni az autójukat? Hol? Ez kellene parkolóházakat létrehozni, nem? Ez itt nem jó. Itt meg kell szüntetni a parkolást. Ezt az utcát, ezeket az utcákat itt arra használják föl, hogy ez a parkolóház lényegében nekik. Így. Most kell leváltani a polgit. Mindenképpen kell parkolóház, de annak csinálják egy rendes hosszú bekötő utat, és tegyek 15-20 parkolóházat. 15-20. Gergő, jó vagy? 15-20. Mit csinálsz? Hát én most így... megrohamozlak. Parancsolsz? Most tényleg ennyi? Hát igen, jogos, amit mondasz végül is. Jogos végül is, ennyi. Tényleg. És mi lenne akkor, hogyha... Jaj, most itt most... dugulás van? Igen. Erőteljes dugulás.
Na jó, sajnos itt ki kell iktatni ezeket a lámpákat. Kacok. Tehát legalább a lámpa ne lassítsa az embereket. Autósokat. Jó, csináljunk akkor valahogy parkolóházakat. Honnan lehet ezt megoldani? Itt amúgy is hatalmas forgalom van. Aszimmetrikus út. Rengeteg parkoló autó van. Nincsenek. Aha, itt van egy busz megálló. Janus volt. Így. De várjátok, akkor öt sávos kell ide, bazd meg, az kész. Oké. Itt sázni. Ha már egy irányú, akkor legyen öt sávos, és akkor legalább az megszünteti, ugye? Igaz, hogy ezáltal itt nem lesz buszsáv, külön, de sokáig legalább a széles járda helyett az van, hogy... És akkor itt ez már ilyen felkanyarodó. Hát ez mondjuk így... Ez nem biztos mondjuk, hogy annyira jó. Mert itt most lényegében arra kell majd várni a külső sávban lévőknek, főleg a buszoknak talán, hogy... Nem, jó ide. Jó ide ez a négy. Igyes. Igen. De négy sávos kell. Szélesített járdákkal. Ez megvan. Hol? Milyen csomópontokat kell kicserélni? Martin. Keresik a parkolókat, bazd meg, mindenhol szerintem. Mamma mia. Mondjuk itt még vannak parkolóházak is, szóval. Jó, itt nem tudnak parkolni, az biztos. Tudnak. De várj, ez hogyan van? Ez hány sávos? 1, 2, 3, 4. 4. 4. De viszont lehet, hogy az öt lenne jó. Nézzük meg. Mondjuk lehet, hogy ide is az kellett volna, öt sáv. Azt hadd szóljon. Há persze. Csak azt hiszem itt még buszsáv sincs. Mondjuk azt lehetne ilyenkor létrehozni külön a buszosoknak. Most hogyha én ezt ide berakom, mi történik a többi?
Mindegy, legyen, ez nyugodtan. És ide is ez simán jöhetne. Miért utólag jutnak ezek eszembe, az meg? Kiszélesítjük a járdát. Hopp, nem, ide ez nem jó. Vissza. Téves. Négyes, most négyes, így. Oké. Vagy ide kéne az aszimmetrikus út. Hát akkor lényegében az történne, hogy három balra kanyarodó lenne? Innen pedig az lenne, hogy hárman tudnak egyenesen menni. És akkor legalább itt úgy lenne jó! Jó, aszimmetrikus, menjen! Ide mondjuk mehet ez simán, simándi. Szia Csabex! Jól, köszönöm kérdésed. De jó. Hát ez a körforgalom meg... Tudom én mennyire működik ez jól valójában. Több pénz a papa zsebébe. Van infópanel, hogy mennyi parkoló kell. Tényleg? Hol? Ez? Hogy ez nem ez az? a munkanélküliség. De bazd meg, egy csomó munkahely van. Viszont nem mindenhova kellenek mondjuk ezek a túlképzett emberek. Az is lehet. Lehet, hogy nagy a túlképzettség? Az is lehet. Na mindegy, ne térjünk el a tártól. Ja, értelek, Avi, köszi. Oké. Na, egy jó tanácsért megy a Teó. Így van. Kár, hogy 99 után már nem tudjuk, hogy mennyi van. Valamire jó az egyetem. És nem csak a padot koptatni, így van. Szia, Tonik. Szia, Peti. Éljen, gyerekek, éljen, nagyon jó. Ez az. Köszönöm. Éljen. Megcsináljuk azt a tömegközlekedést. Komolyan mondom, és rendbe kell rakni ezt a város, mert ez igen el van cseszve. Figyeljetek viszont, hogy nincsenek dugók. Azt észrevettétek? No dugó. Nukupina csak hiba. Hopp! Hopp! Ajjajjaj. Na itt ez mi? Mi? Hát, hogy itt mindenki balra akar elfordulni? Tényleg? Én még a postáns vagyok, bal. Szóval, igen? Na figyeljetek csak, csinálunk egy olyat, hogy... Fuck you highway. Ezt összekötjük mindjárt. Ja, hogy még itt is... De ez mi? Ez nem highway. Ez highway.
Autópálya mióta lehet parkolni? Hello? Milyen út ez? Ez nem lehet, hogy autópálya legyen. Ez mi a frászkarika? Gyorsforgalmi? Persze. Nem is értem. De ennek autópályának kell lennie. Ujjjjj. Hatalmas problémák. Mert ez itt például Highway to Hell. Így van, és akkor legalább itt haladni fognak. Viszont azzal tudnánk még gyorsítani. Szóval gyorsítani. Tekedésen, hogyha mondjuk ide bekötnénk megint egy 8-ast. Azaz. És akkor ez alternatív útvonal ezeknek az embereknek. Mert lényegében mind a négy sáv el akar fordulni balra. Ja, meg visszafordulnak. Normális? Nem normális. De mindjárt azt fogjuk csinálni ezzel, komolyan mondom, hogy elfágjuk itt ezt a francba. Ó, közben sötét lett. Francba. De meg nyilván 28 milliárd ember jön be parkolni. Ja nem, nincs parkolóház, és ezért ide akar mindenki bejönni parkolni. Érthető végül is. Bazd meg. Ez a körforgó itt túlterhelődött. Aha, és akkor igen. Hát a gyerekek ott. Hát haladjunk már. Bazd meg. Hát ez agyrém, ami itt folyik. Lehet, hogy bővíteni kellene? Talán hatékonyabb lenne. Sőt, biztosan az lesz. Sokkal jobb. Sokkal jobb. Sokkal jobb. Egybe megindultak. Jó, hát ez egy jó darabig itt jó lesz. Oké. Okay. Ops, ott mi történik, fiúk? Neki el van? Neki el van. Ez így szerintem. Jézusom, a busz az mit? Ilyenkor mi történik vajon? Jézusom. És a buszok csinálják itt a fesztivált. Nem tudnak megegyezni. Ez mi?
De hogy lehetnek ilyen hülyék? Azt figyeld! Milyen intelligens AI-ról beszélünk? Mi ez? De a metró nem fogja eltüntetni az autókat, Robi. Vagy valahol, hát jó, kevesebbet lehet, hogy csinál. Kevesebben fognak autóba ülni. Baszket, ez horror! Özönlenek az emberek. Úristen, közben túlterhetté vált a rendszer. Mayday, mayday! Megoldjuk, gyerekek, megoldjuk, megoldjuk. Jézusom. Hát még nem kínáltam alternatívát az embereknek, igen. Még. Folyamatban van. Milyen alternatíva legyen? Az alternatíva, hogy parkolóházakat csinálok? Az is egy alternatíva parkoláshoz. És itt azt játsszák el az emberek, hogy sokan bejönnek, és... Bejönnek, körbenézek, kimennek. Itt ez meg rohadtul nem működik, hogy lényegében egy balra kanyarodó sávban csak, hát ez egészen nevetséges. És ez változtatna mondjuk itt a helyzeten, hogyha a sávok számát bővíteném. Vagy 7 sávos aszimmetrikus? Pont elférne. Itt 2 jobbra kanyarodó van, így 3 lenne. Innen egyel több lenne. Kell ez ide kurvára. Igen, oké. Okay. Szóval nem tudunk kitenni tiltótáblát. Ilyen tiltótábla nincs. Hát most ide megoldás volt. Tehát itt ebben a játékban nem tudom meghatározni, hogy melyik sávon mit hogyan lehet csinálni. Tehát muszáj azért sávokon módosítani. De amúgy persze. Ez kicsit ilyen szőnyeg alá söprős valahol. De ők itt most tényleg a parkolók miatt jönnek ide vissza föl, vagy be, vagy mi van? Azt a kurva életbe. Na jó.
Azon gondolkodom, hogy hova fenébe lehetne tenni parkolókat. Hát... Tudom, innen egy... aszimmetrikus utat húzunk, hogy kettő jöhessen befele. Ha egyirányú lenne, akkor működne ez. Akkor viszont kettő tudna bejönni. Semmi értelme nincs itt az aszimmetrikus útnak. Assza meg. Na mindegy, ide csinálunk egy parkolóházat. Vagyis kettőt mondjuk. Hát jó, az a tízes végül is. Mondjuk ez a kereszteződés itt most lehet, hogy meg lesz akasztva rendesen. Mindenki be akar menni parkolni. Bazd meg. Ezért féltem ettől. Vagy lehet, hogy csak szimplán ide kellene tenni egy parkolóházat az út mellé, és nem kellene itt elágazás. Ide szerintem ez nem jó. És már ott is van a dugó, azt a k***a életbe. És itt nagyon sokan el akarnak menni balra. És hogyha megszüntetem a körforgót, akkor így viszont kettő balra kanyarodó lett. És nézd meg, tehát az előbb be volt kapcsolva a körforgalom, és azért állt itt ennyi autó, mert egy balra forduló sáv van. Egy négysávos út megérkezik egy körforgalomba, és csak az egyiknek van engedélyezve az, hogy a balra elfordulhasson. Tehát... Úristen. De most mindegy, kivettük a körforgót, szerintem itt ez megoldást hozhat. Áttörést. Viszont, hogyha én ide rakok egy parkolóházat, mondjuk, ide, vagy... hova? Szinte a legrosszabb helyre raktam a parkolóházat amúgy. Nem lehet? Tehát most innen a parkoló autók hova fognak menni? Tehát kijönnek, át tudnak, nem tudnak átmenni a túloldalra. Tehát ott a választó, nem tudnak azon átmenni szerintem. Át tudnak menni vajon? Szerintem nem fognak tudni átmenni. Ezeket a parkolóházakat lehet, hogy meg is szüntetem én a francba mindjárt. Itt vannak a parkolóházak, engem azt az úton meg lehet parkolni. Az igen. Mennyi a parkolási díj? Ugyanúgy, az is 10. Tízes. Ezt elkezdték igénybe venni. Oké, tök jó. Tök jó. Ez itt nem működik, gyerekek. Hagyjuk ezt itt. Erőltessük. Oda bekerült egy parkolóház.
oda is. Innen be lehet jönni szépen, egyik sávó be lehet jönni majd. Majd ezt ha feltöltik, akkor úristen, itt közben mekkora dugó lett. Azt a kurva élet. Ez jó. Elképesztő forgalom, nem? Automata parkolóházat? Ki lehetne próbálni, persze, de... igen. Vagány dolog lenne, az biztos. Azt a kurva életbe! Júj! Na várjatok, csak mindjárt csinálunk még itt egy olyat. Ups. Így. Okés. Meg se tudnak nyikkanni! Meg se tudnak nyikkanni, apukáim. Mit szóltok hozzá? Bevágoltak megint. Kurva életbe bele. Nézzek, és kész. Meg sem mozdulnak. Na, valami történik? Elindultak, nézd oda. Ó! Megoldották, akkor nézd oda. Kapott egy resetet az AI. Na! Ez jó, ügyesek vagytok, ez az. Hajrá! Éljen! A városházánál senki nem dolgozik? Egy autó parkolott bent. Az is én vagyok. Túlórázom. Mindenki be akar menni parkolni itt is? Vagy most mi van, fiúk? Még ezt nem biztos, hogy annyira szerencsés. Mert itt lényegében, aki el akar menni jobbra... Hát, bazzik, nem tudom. Szóval mindegy, aki el akar menni itt jobbra, az a parkolóházba érkezők... Tehát őket akadályozok a parkolóházba érkezők. Igen. Igen. Igen, és pont a városházánál van most a legnagyobb dugó, baszki. Megint halottas kocsik mindenhol. És tudjátok, még megint parobian érdekes? Az, hogy magas bérleti díjra reklamálnak, ami... Nem értem mi. Ez hogy, meg mi van mi? Hát, hogy... Ezeknek most mi bajuk van pontosan? Basz. Nem tudom. Kicsit lejjebb vittük az adókat, hogy fejlődjenek jobban az emberek. Parkolóházak, nézzük csak. Működnek? Dübörögnek? Áha! Jó. Na figyeljetek, szerintem... Szerintem ezt így hagyjuk most, jó? Ezt így hagyjuk a francba. Hagyjuk így. Szerintem fejlesszük ki a metrót. Toljunk nagy évbe a fejükre. Csúnyán fogalmazva. Kifejlesszük a metrót. Bám, a villamossal együtt. És telerakjuk metróval az egész kicseszett, viharvert, jó nagy büdös francos várost. Közben tegnap ugye beszéltünk arról, hogy milyen jó lenne villamos.
Hát... Nem tudom, még nem csináltunk ilyet. Úgyhogy lehet, hogy most csinálunk egy ilyet poénból, bár ez is egyébként szerintem csinálna a feszültséget. Bár legalább egy úton közlekedhetne, szerintem tök vagány lenne. Én nagyon addám, hogyha mondjuk itt sogy végig menne, nem? De... Szerintem tök jó. Bár lehet, hogy első körben valóban metróval kellene próbálkozni, és azzal minél hamarabb letudni itt a dolgokat. Na most a metróval kapcsolatban van tapasztalat, hála a jó égnek. Szerintem azt ide nyugodtan kirakjuk, mind a két irányba el tudunk majd menni, legalább. Tehát ez ennél jobb is lehet igazából. Ez mi? Ja, tehát ez olyan, mint a buszpályaudvarnál. Az a buszdepó, azaz metró depó, ez meg a metró állomás. De ilyet mi múltkor nem is használtunk, hanem csak ilyen kis föld alatti állomásokat. Hát ez sajnos néhány épületet érinteni fog. Ez a helyzet. Szomorú. Hát ez van, fiúk. Egy. Ott megáll majd szépen a metró. Meg... Ott is megáll. Majd itt a városháza előtt is kellene valahol egy megálló, szerintem. Meg nyilván itt a buszpályaudvarnál is kellene. Ez egy rendkívül fontos pont. Nem lehet fölkapni esetleg? Csak törölni lehet? Egy végül is. Van pénz. Ott állunk meg. Legyen mondjuk itt a megálló. Közben onnan meg kitörlődött egy épület? Ó, de fasza. Nyilván nem kerül vissza, persze. Kés. Ott megállunk. Következő megálló mondjuk hol a csodába legyen. Legyen a bevásárlóközpontnál. Szépen itt eljön. Jöjjön ide. Elkanyarodik balra. És akkor visszahozhatjuk. A rakparton egyszer megállhatna középen mondjuk. Tenne megint egy kanyar talán mondjuk. Ez nem jó megoldás? Vagy akár nyilván indíthatunk több vonalat is, hát basszus. Indítani fogunk. Ide az első legyen olyan kis mindent érintős. Úgyis oda-vissza fog ez közlekedni. Kanyarodik, visszafordul. Ez
És akkor ezt megcsináljuk úgy, hogy... Ide behozzuk a jó Isten van itt baszki egy alagút a picsbe. De parkolóház mellé mondjuk nagyot menne. Valahogy majd itt az alagút mellett körül csak el tudunk menni, nem? Akár még itt egyszer megállhatna. És akkor ide fog visszajönni. És akkor nyilván ide a metrók, a kezdőponthoz meg innen fognak eljutni majd. Úgyhogy ott majd gyors föld alá bemegyünk. Oké. Kössük össze. Hány méter mélyen van vajon? 20. Nem, ez 30 lesz. Na jó, akkor tartsuk ezt a 30-as magasságot. Nyilván dupla vágány. Miért is te? Lehet, hogy nem a legszakszerűbb, de... De a miénk? Ez itt a lényeg? Mi? Micsoda? Ja... Ja, hogy ez itt ilyen? Le kell menni még jobban a föld alá. Azt meg, most ez komoly? Hova a gyászba raktunk mi ilyet, gyerekek? Ez most komoly? Tehát lényegében itt ki kell jönnünk... Mi van? A lehető legrosszabb helyre raktuk azt a megállót, tetek szerint? Úristen. De ennek a mélységét miért nem lehet meghatározni vajon? Hát ez nem hiszem, hogy túlságosan... Jól lett kitalálva. Akkor ezzel csinálunk egy olyat. Ott volt, berakjuk ide. Csak hogy innen tudjuk-e. Érdekes, innen gyönyörűen szépen működik. Biztos? Nem működik. Rossz helyre csatlakoztattunk. Azt a büdös életbe. Itt az előbb már jó volt. Ez az. Működik. Éljen.
Miért van az annyira lent a föld alatt? Nem is értem ezt. Ja, mert... Ja, értem, mert... Mert... Minden... Tehát innen 30 métert számol, innen is 30 métert számol, nem? Vagy ez hogyan kell számolni? Hogy mondjam ezt? Á, mindegy, oké. Okay. Ez olyan mélyen van, hogy ki se tudom jelölni. Ezt nem lehet kijelölni. Hát ez... Jó, fasza. Most jó. 50 méter mélyen van. Jó az volt szerintetek? Mindegy, elmegy, hát csak most ez... Ne szarakodjunk már ezen ennyit. Ezt tényleg senki nem fogja látni. Csak mi? Csak mi? És ez a mi titkunk marad? Hát ez ilyen. Oda kell visszatekerednünk. Átfedő elemek! Ezt meg. Tényleg? Én meg a postás vagyok. Ezt meg. Hát ez hihetetlen. Az anyádba kötöd be, te barom! Aj, te eszetlen marha állat! Most a jó. Igen. Remek menetidő lesz. Jaj, már megint a negativitás. Kell fölötte kéne elmenni, nem? Ez a magasság, ami még úgy... Ja, 40 méter, oké. Okay. Most onnan viszont, tehát 30 méterről indulunk. És lefele tudnánk törni? Meg lehet oldani? Meg bizony. Ha! Hát ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyedén meg lesz. Ok. Ez hova akar becsatlakozni? Hát nekünk oda kellene. Ja, hát alá! Alá. Igen. Ó, hát ez ki gondolta volna? Persze. Átfedő. Milyen, mi átfedés? Hova? Okay.
kicsit nehéz szülés volt. És akkor innen vissza kell menni. Igen. Nem pedig csinálunk egy olyat, hogy szépen a föld alatt. Mi van? És mi itt a probléma? Tulajdonképpen. Mindegy. Jelöljük ki a vonalakat. És a megállóit. Ez mi? Normális vagy? Jó, hogy ott nincs bekötve. Ez 30-on van öregem. Ugye mindenhol jó. Most már nézzük át. Jó. Megfordulunk. Lejövünk a rakpartra. Ez az a kiképző tábor tetejébe. Oda. És oda. Kész az első metróvonalunk. Ami már pöröghet is ezerrel. Kettő járművel. Nincsenek járművek éjjel. Hűzve jön. Na tehát akkor, mi a megoldás? Tehát most itt ezzel mi a probléma? Mi a probléma itt? Túl éles? Igen. Túl éles volt. Oké. Működik. Vétel. Metró. Vétel. Nem
Metró? Hol a metró? Nincsenek járművek? Kettő szerelvény megy egyelőre. Hát persze, ez csak... Bejáratjuk őket. Megnézzük, hogy most mi van. Ennyire működik. Hogyne. Csak innen indulunk. Igen. És egyből megy utána a másik is, bassz meg. Tehát... Mindegy, még ezen kívül kell csinálni, vagy három vonalat legalább. Közben van itt egy olyan, hogy dedikált létesítmények, amelyek felgyorsítják a metró szerelvények karbantartását, te jó atya úristen! Hihetetlen mik vannak. Na, már 4 utas ott van. Többi megállónál 11, 5, 13. Ez az! Jaj, bocsánat. Hú. Valamitől nagyon szomjas voltam. Hú. Most így eltaláltam az adagot, maszki, pont jó mennyiségű vodkát raktam bele. Ez az. Működik! 5 utas per hónap! 5 utas! Hát ez ilyen. Nincs mit tenni. 4 darab utassal közlekedik az a szerelvény. Ez az! Ez az! Ez az! De és az a metró ott áll és vár. Mire? Tapsa? Gyerünk! 38 utas ott vár! 30, 13! Juhuhu! Hol van, rakpart? De jó! És akkor amúgy ezeket föl lehetem fejleszteni. Kis üzletek, éttermek és... Biztos, hogy nem ismerem a szót. És kioszkok az utasok kényelmét szolgálják. Növeli az állomás vonzerejét, és a szolgáltatások bérleti díjat fizetnek, ami ellensúlyozza a fenntartási költséget. Ez a beszéd! Ez a beszéd. Az ott mi? Mi az, hogy nincsen gyalogos bejárás? Hova? Ja, a házhoz? Hát akkor... Építsetek új házat. Ilyen egyszerű. Hát mit gondoltatok? Kioszk. Kisbolt. Tényleg? Ilyen szó van, hogy kioszk? Ez komoly. Ezt nem tudtam. Jézusom, nem tudtam. Akkor most lejárattam magam, hogy ezt nem tudtam? Hát jó, le. Jó. És akkor... És akkor most mi legyen? Kész mindegyik, ugye? Aztán mindegyiket fölfejlesztettük. Itt ültem. Elektromos. Taxi állomás. Ilyenek vannak itt. Ah, raktunk taxi állomást is. Elektromos busz töltőállomás is került oda. A gyerekek. Nézzük, hogy megy a metró.
Nagyon hasít. Duljál meg ott, légy szíves. 39 utassal dübörgünk. Kezdési pontnál 194-en ott vannak! 194! Igen! Ott 141 ember megy a metróval, 104-es várakozó szám, 23. Uha! Indítani kell még egy járatot. Komolyan mondom, komolyan mondom. Megnöveljük. Úgy. És már indul is. Indul? Indul! Abba a pillanatba. Fú. És 15 metrónk van ám. Júj, te jó. Júj, te jó. 50 ezer utasunk van per hó. A busznál. 50 ezer. Hatalmas szám. Ahol nincs legalább 200 fő. Majd lesz. Hogy ne lenne már jó? Jó az. Tudom én, hogy mi a jó. Ne aggódj. Oda néz. 325 ember ott van. Itt. Itt. 325. Imádják az ember. Azt a kurvát. Ember tömegek. Ember tömegek. Úristen! Hát ez vagy... Ennyi, 200 ember? Legalább várakozó utasok 370. Csak itt. Ez most komoly? Bász meg, nem hiszem el, mi történik. Ez nagyon jó. És ez egyre csak durvább lesz szám. Már csak a kasszát kéne pluszosra varázsolni. Hát ez mi? Jön folyamatosan a pénz. És az, hogy itt azt írja, hogy mínusz 38-9 ezer, az... az valójában a plusz. Jó, kell könyvelni, és akkor pluszos lesz a buli. Tedd, ez mi? Itt van parkolási díj. Ez mi a franc? Milyen parkolási díj ez? Ez mi? De mi, hogyan lenne már itt parkolási díj? Mit parkolnak az emberek itt? Magukat? Hát, most ezt nagyon könnyedén ki lehetne játszani, Lubacs. De nem játszom ki. Mindegy, ez kicsit furcsa nekem. Ez nem tudom mi. Parkolási díj. Nem tudom, mit lehet itt parkolni. Csak ezt minden állomáson be kell pipálni, vagy mi? Létező dolog ez. Parkolásért. Mi van? Ez meg... mi ez a hülyeség? Hát akkor fizessenek, baszki. Mi épül, szépül jelenleg? Metró, apukám, metró. Azt a büdös életbe, menj már. 369 utassal közlekedik ez a metró. Hát kell ennek idő, és lesz ez még durvább. Na jó, csináljunk még egy metróvonalat. Igen, ráébredtem. Nem, hát ráébredtem. Nem az, hogy ráébredtem, hanem hagyjuk. Hagyjuk. Nem látjátok át, de nem baj.
Nem baj, nem baj. Nem látjátok át, maradjunk annyiba. Direkt itt a feszültséget akarjátok nyomatni ezerrel. Hihetetlen. Figyeljetek csak, amúgy meg. Ide bevágunk egy ilyet. Szia, Patrik. Így van, Imre, köszönöm, így van. Pontosan. Csinálunk egy olyat, hogy... Aszki! Ott van... Így. Legyen egy oda mindenféleképpen. És akkor ennek a metrónak most mi lesz itt a dolga? Tulajdonképpen. De amúgy meg tudjátok, mint lehetett csinálni? Most jut eszembe. Gyalogos utcával ezt összekötjük. Mert akár ez egy ilyen mini csomópontként is funkcionálhat. Ilyen Deák térféleség is lehet akár. Hogy mondom? És akkor csak ide kell átgyalogolniuk az embereknek lényegébe. Igen. Így van. Pontosan. De akár ide még egy kis kocsmát le is lehetne verni. Azt hadd szóljon. Nézzek, hát nem bírnak magukkal. Ember tömegek, apukáim. Parcellákat egy tégralap. Határolnak. Érdemes elválasztani középen, vagy ahol jól esik járdákkal, és ezzel csökkenteni az útmenti gyalogos forgalmat? Oké. Tehát arra gondolsz például, hogy itt mondjuk csinálni néhány járdát? Ilyen kis sikátort? Erre gondoltál szerintem, ugye? Ezekre a kis szökőutakra. Gyanítom. Jó gondolom? Mindegy, ha erre gondoltál, ha nem. Ezt meg kell csinálni, mert ez jó. Akkor valamilyen szisztéma szerint kellene haladni.
Gyalogos felüljáró. Hát... azt elég nehéz létrehozni. Szerintem. Vagy nem? De például simán lehetne gyalogos felüljáró. Is. Ezt miért nem tudom én letenni ide a földre? Lehet, hogy ennek kell egy olyan, hogy 5 méter először? Érvénytelen forma, hát ez a kedvencem. Például ő kék. Ó. Hát csak most itt basszus emiatt kilakoltatni embereket. Tényleg? Ezt le se tudjuk tenni, most nézem. Hopp! És akkor innen elindulunk majd. És csinálunk különféle utakat. Gárdákat. És ezt én hogyan fogom megcsinálni? Pont olyanra kéne megcsinálni, mint amilyen a túloldalt is. Édes Istenem. Ugye még lejt is nyilván. De miért nem haladsz lefele, te idióta? Túl meredek lejtő. Arra meghaladna egyből persze. Rohadtul lejtő szakaszon vagyunk most. Haha, ezt nem fogja megcsinálni ez. Ezt el is engedjük itt így. És inkább álljunk neki. Hát nyilván abba az irányba tudna menni simán. Sem jelentette. Jelenti a problémát. Jó van.
Kitöröltem az utat, bazd meg. Kitöröltem az utat! A kurva életbe! Olyan buta. De miért ilyen buta? Ja, jó, oké, akkor jó, oké, így működik, oké. Oké, semmi, nem szóltam. Csak azt hittem, hogy megint lesz itt egy törés, egy ilyen lassító. Mert teljesen egyenes terepnek kell lennie. Beköltözi. Mondjuk őket lehet, hogy hamarosan megint ledózeroljuk. Szóval maradjunk annál egyelőre. Maradjunk annál egyelőre, hogy ilyen kis... érvénytelen forma. Hogy mi? Parancsolsz? Figyelj, amúgy meg, ha már itt van ez a kis út. Érvénytelen forma. Mi? Ez csak egy... kis zsákutca, gyerekek. Semmi extra. És ez amúgy tök jó. Hát ez egy gyönyörűen ferde utca lett, bazd meg. Fenébe lett ilyen. De ez... 90 fokosnak kell lenni, az a lényeg. Jó. Behúzzuk ezt mindenhová. Fogunk itt gatyázni. Nézzük itt milyen. Remélem, hogy az ellenzéki szép. Negyed szépen fejlődik. Jaj. Megérdemlik, hogy gondoskodjál róluk. Végre jó hallak. Úristen, Klárika! Hey. Jani, szervusz, köszönöm szépen neked a támogatást. Reméled, hogy az ellenzéki negyed szépen fejlődik? Megérdemlik, hogy gondoskodjak róluk. Azt a mindenit. Nagyon jó kettős ügynök lesz belőled, vagy más vagy. Ez igen. Hát így van. Ez fontos. Ez így igaz. Szép. És akkor így bizonyos időközönként lehet ilyet csinálni, de most a következő az lesz, hogy... hát ez nagyon jó ötlet volt. Ember. Ügyes ember vagy? Csinálunk egyet ide is. Túl meredek lejtő. De ha így húzom, tehát ha picikét visszamegyek, akkor ott már nincsen, nem meredek a lejtő. Vagyis de. Ha ellenzékiként valaki téged néz, az akkor támogat téged. Ha így nézzük, akkor az ellenzéki is félig párttag. Igen. Így van. Ez így igaz. Pontosan. Pontosan. Köszönöm szépen, Jani. Igen, lettek ide berakomos zebrák. Ez nem jó. Nekünk nagyon nem jó, köszönöm. Lámpákat legalább... opá! Szóval a lámpákat legalább...
ki kéne iktatni, amit valamiért nem akar kivenni. Ez most mi? Miért nem veszi ki a lámpákat? Hello? És nem, ez nem az evrák miatt van. Vagy lehet, hogy egy ilyen szakaszra kötelező a lámpa? Az viszont lehet. Az előfordulhat. Mert itt például... Itt csak ez sima zebra van. Ott is zebra, ott is zebra. Zebra. Jók vagyunk. Jók vagyunk. De nem is kéne lámpa, baszki, amúgy meg mi a francnak. Zebra, hogy jó. Lámpák nincsenek. Hát akkor... Basszus, hát akkor... Uff. Tényleg, és ott föntebb mi a helyzet? Ott is van akkor lámpa? Van. Onnan sem tudom kitörölni. Ó. No, itt is lámpa? De idenki meg ki tudom törölni a lámpát. Meg onnan is ki tudom. Meg onnan is. Jó. Itt a városházánál még mindig hatalmas dugók vannak, gyerekek. Hatalmas dugók. Fú, azért a metrót nagyon jó használják az emberek ám, gyerekek. Ja. 639 megy az egyik szerelvényen. Gondoltátok volna? 639? Hogy mi? Indítsunk még egy járatot? Esetleg. Nem, elég ez. Hát, ez a parkoló miatt lenne? Ekkora dugó? Viszont itt a körforgalom az hatalmas szarlavinát generál itt, bazd meg. Ez biztos. Egy jobbra kanyarodó, de miért csak egy jobbra kanyarodó van? Egy bal, egy egyenes, kettő egyenes. Itt is miért nem lehet azt megcsinálni, hogy a... Hogy csak tiltsuk ki az autósokat, hogy szembe ne menjenek. Vagy jobbra, vagy balra menjenek. Aj. Egy balra kanyarodónak megmondanám, hogy csak balra. Olyat nem lehet. E hülye? Félig a föld alatt. Nem vagy gyerekek, jó lesz az, higgyetek. Higgyetek bennem, jó lesz. Hajrá. Lehet többet kéne hozzáadni? Mire gondolsz? Aszimmetrikus útra? Kettő balra kanyar lenne.
Ami mondjuk már lehet, hogy megoldást jelentene, nem? Sok az egyenes, sok az egy... Nagyon sok az... Jobbra nem is fordulnak itt az autósok. Ha... Kettő egyenes... Kettő... Opa! Is van. Kettő egyenes lenne. Így. Nézzük meg. Dugó megoldva. Itt is. Nincs is dugó, gyerekek. Ennyi volt a dugó. Szevasztok. Nagyszerű. Ennyi. Hú. Kertvárosnál mi a helyzet most? Ezekkel nem tudom, hogy mit lehetne kezdeni. Vezeti sűrűség az... Istenem. Rakjunk még le parkot nekik, hadd örüljenek. Legyen mondjuk egy amerikai futballpálya is ide lerakva nekik. Mit szóltok hozzá? Pillanat akkor, hogyha ott mondjuk van egy parkolópálya, vagy ház. Ha mondjuk leraknánk ide egy... Van egy busz, van egy metró. Ha. Igen, igen, legyen ide egy kis... focipálya, ami jobb kedvre deríti az embereket. Amerikai focipálya. Így van. Hát kicsit bogyután néz ez ki, sajnos. Ó, ultragáz. Francba. Ez hogy néz már ki? Ezt a részét ki tudom egyengetni, meg itt a parkot is. De mondjuk onnan úgyse fogunk ránézni, nem? Nem fog ez nagyon, nagyon látszódni, csak hogyha nagyon közelről megnézzük, mert az egész lényegében egy ilyen kis enyhe dombon van, és azért azt megcsinálni úgy lehetne, hogy az egészet kiterüljük a francba és újraépítjük. De tanulságos ez viszont. Hát ezt a részét lehet enyhíteni gond nélkül. Ez inkább... Hát, Max annyira talán nem éles. A sarka. Jó van. Ez úgyis el fog még torzulni itt. Meg itt föntebb ez. A medence. Az meg, hát azt hittem, hogy sikerült már ecsetet váltanom közben. Mondom, mi a fene?
De nem baj, így is jó. Valamivel talán jobb. Vagy ugyanaz? Hát... hát talán egy hangyányival. Amúgy azt is láttam, hogy írták a játékról, hogy ilyen helyeken például nincsenek emberek. És hogy ezt hiányolják, hogy élettelen a játék ilyen téren. Bármennyire is így... keménynek, meg kicsit úgy csúnyán hangzik ez, de jogos. Valójában ezt múltkor én is nézegettem, hogy a focipályákon hol vannak az emberek, vagy focipályákról. Hopp. Dugó. Igen, és pont ezt beszéltük. Ebben pontosan ezt beszéltük. Pontosan. Pontosan ezt. Hogy itt a parkolóház generálni fogja majd a feszültséget. Mert aki itt jobbra akar fordulni... igen, ez így nem jó. Úgyhogy ott töröltük a körforgót, úgyhogy töröljük itt is a körforgót. Szerintem. És ezt meg lehetne oldani egy aszimmetrikus úttal szintén. Mert hogyha én ide berakok egy plusz sávot... akkor kettő jobbra kanyarodó sáv lesz. Így van. Pontosan. Így van. És akkor elvileg az autósoknak, hát talán van annyi eszük, hogy érzékelik, hogy kettő jobbra kanyarodó sáv van most már. Erre kíváncsi eszek, van-e ennyi eszük. Úristen, ez a parkolóház is... bázd meg, hát mint hogyha atombunker lenne. Hogy néz ez itt ki? Úristen! Hát förmedvény, de most... újjajjaj, nem. A rabok és a börtönőrök is a börtönbe vannak, de mégiscsak az egyikük szabad és a másokin van a rabruha. Úgyhogy kedves ellenzék, nem mi vagyunk veletek összezárva, hanem ti velünk. Nem ugyanaz. Mellesleg a srác kivégezte a páncélszekrényt. Én a párt. Éjjel! Köszönöm szépen, Imre! Köszönöm! Éjjel! Köszönöm szépen neked! Ez meg semmit nem értesz. Jézusom! Éljen a párt! A metrókat, metróállomásokhoz húzni a buszmegállókat? Igen. Nagyon jó ötlet. Igen, nagyon, nagyon ügyes vagy, Avi, ez az. Így tovább, gratulálok. Büszke vagyok lassan. Vagyis a végén az leszek, de nem hiszem. Ez az, éjjel, nagyon jó. És mégis hogyan? Hogyan módosítok én egy vonalnak a megállóján? Erre még nem jöttem rá, basszus. Például... itt erre mozorog a lila járat. De hát ott egy busz, meg ott is egy busz. Nem, itt ez jó. Hát...
Most annyit nem tudnak gyalogolni? Meg ott is. Ott a busz. Bazd meg, mennyi ember van itt te. Nulla várakozó utas. A metró mindenkit elvisz, gyerekek. Hát ez ennyi. De mindegy, akkor is őt hogyan lehette például módosítani, mondjuk megfogni és oda hátrébb vinni. A V pontot megfogom és elhúzom. Hogyan? Tényleg? Ja, igen. Tehát ez így, hogy relocate? Tényleg? Megfogom és ide rakom. És ez működik? De nem működik, így? Nincs úgy, így gondoltad? Egy bal klik választ. Nem így? Úristen! Oké. Akkor hogy? És miért nem így? Hát így is működnie kell. Mintha egy új vonalat csinálnék. Bazd meg, kiiktattam. Ne. Ja, amúgy meg ilyen, jó, hát ez sima. Sima. Így működik. Bepánikoltatok egyből, mi? Ha! Hát én tudtam, hogy mi van itt. Tudtam én ezt nagyon jól. Lehet ilyet csinálni, hogy ne lehetne csinálni? Hát persze, hogy lehet. Hát nem, ezt nem tudtad, Patrik? Ugyan már. Jaj, na. Jó van, szívesen, Micsu. Ezt is megmutattam, hogy igen. Végre. És akkor őt meg innen törőjük a francba, nem? Vagy jó az ott? Ha megálljon? A busz. Álljon meg az anyja 700-et, álljon meg. Viszont akkor én őt onnan törlöm, nem kell az oda. Ott megáll, hát azért kicsit ritkább legyen. Érted? Ne legyen már az olyan durva. Jó, buszpályaudvaros, ez nagyon jó. Itt ide meg még nem is jön a busz. Egy busz se jön ide. Ha, tényleg? Hát na, az mondjuk elég nagy szívás. De akkor rakunk egy busz megállót. És akkor őt meg... Őt meg onnan törlöm. De mondjuk több vonal is bejön ám. Nem jön be? De több vonal is bejön, bizonyám. Na, tehát akkor őt én törlöm. Ne legyen annyi. Így, ott megáll. Aztán később ott is megállhatunk. Jó, ott megálltok, bizony, oké. Az ott nagyszerű, és akkor hova megy? Még azt hiszem a kiképzőtáborba is megy egyszer a busz. Igen. Nagyon jó. Hát itt van egy busz. Van egy piroska. Aki nagyon jön az iskolától. Ja, ez csak a kiképzőtáboros, vagy ez hova megy? Tök mindegy, metrónál álljon meg nekem. Hol a metró?
Van zebra? Van zebra. Hát akkor azt fogjuk ezzel csinálni, hogy itt jön a lila. A lila járatot ide beszippantjuk. Hol a zebra? Ott a zebra. Oda menjél már be. Úgy, úgy. És akkor a lila ott is megáll szépen. Bizony, bizony, meg, meg. Úgy van, meg, meg. Nehogy már ezzel probléma legyen itt. És akkor itt fönt. Hát az ott tökéletes helyen van. Nagyszerű. Nagyszerű. És akkor itt van egy lila járatunk. Mellesleg az ellenzék is olyan, mint Pereznek a hazai futama. Nagyon akart, nyögött egy nagyot, majd eltűnt a föld felszínéről, és nem maradt más utána, csak csalódás és szánakozás. Elhitte, hogy van esélye, de soha nem is volt. Így van, mint minden nagy dián ezt csinálja. Igen, minden nagy dián ezt játssz el. Valójában Perez. Köszönöm szépen, Imre. Ennyi. Megvan közben 110 ezer lakos. Valóban. Úgy van. Az út rossz oldalán, persze, de most azért nem fogom megfordítani az egész járatot. Ott a zebra, leszáll a buszról, átmegy a paraszt, azt lemegy a metróba. Hát nehogy már. Mi legyen? Menjek, álljak ki minden metróállomáshoz, hogy hello, itt a polgármester, jöttem reklámozni a metróállomást, hello, hello. Mindenkinek megfogom a kiskacsóját, levezetem a metróba. Gyertek, gyertek. Nem. Hát azért ilyen nem lesz. Kicsit el vagy tévedve azért, úgy látom, Abi. Jó van, nem baj. Na most az lesz itt akkor, hogy itt elkezdtünk egy metrót építeni, csak ugye... Hát szokás szerint, de másba is belekezdtünk. Tehát csináltunk itt egy olyat, hogy innen indul a járat, városházával szembe. Oda elmegy. És akkor... Fölmegy az irodaházakhoz. Úgy van. Úgy van. Úgy van. Így van? Így van. Ennyi, kész. Ennyi. Így van. Pontosan így van. Az egész egészen pontosan úgy fog festeni, hogy ott a busz megálló, de ezt a busz megállót majd átrakjuk, persze, átrakjuk, ne raknánk át. Annál, hogy átrakjuk. A lő oda megy. Meg akkor még itt a csúcson is megáll egyszer. Úgy. És akkor innen még, tehát eljönnek a dolgozó emberek a városházától. Ott is fölpattannak. Levisszük őket az ipari parkba. Ott egy csavarunk. Ipari park teteje. Ír. Lekonyul. Itt is megállunk egyszer. Igen. Kifordulunk. Igen. Oda is. Mondtam. Igen. És akkor elfordulunk. De minden áron amúgy ezt így kell csinálni. És mi van, ha így oda-oda-vissza? Tehát, hogy így oda... Nem kell ez minden áron, hogy körbeérjen, nem? Dehogy nem, így van. Ahogy ne. Ott megáll, kész, ennyi volt.
Na. Lehet akkor a bekötés. Ez jó buli lesz. De hogy ide honnan jön majd a metró? Azt kell első körben rendezni talán. Ott van kint a halálnak a... Szóval ott van kint a... messze. Elvileg pont elmegy egyik a másik alatt, ugye? Igen. Nagyszerű. Oda kössük, nem oda. Ez itt működik. Folytassuk a többit. Jaj, te kurva élet, ott a vízen keresztül kell menni, mi? Scheisse. Túl meredek lejtő? Ők itt pont ütköznek. Igen. Yeah. Bazd meg, ez nem is fog így működni. A falból mi nem tudunk jönni. Baszki. Vagy igen? Kereszteződés? Hát... Az nem olyan nagy gáz? Talán nem. Azt mondja vízben. Ajjaj. Úristen! Csak alakul ez. De az előbb jó volt, gyerekek, hát... De most ott... csak ott túl éles ez a kurva kanyar. Ez a baj. Érthető. Sajnos.
Szia, Jakika. Nem tudom. Ezt nem tudom, hát ez... Ez automatikusan be van kapcsolva szerintem. Jó, mindegy, bontsuk vissza. És kezdjük előről. Hát ez hihetetlen. Öcsém. Csak mi lenne akkor, hogy esetleg... Erre kell menni, arra kell menni, ugye? Mi egy ilyet simán tudunk ide vízbe csinálni. Minden gond nélkül. Ez fordítva már nem működik, mert túl meredek. Meg mit tudom én még, mi baja van ennek a gének. Várja, lehet, hogy itt most jó lesz. Kicsikét ilyen kis kerülővel megoldjuk. Az előbb teljesen kék volt. Na, oké, működik. Megoldjuk így akkor sajnos. Ez így apukáim legalább működik, nincs igazam? Hát picikét... Fajos, de működik. Az itt a lényeg. Ez a 8-as metró. Ez a 8-as. A 8-as. Milyen átfedő elemek? Ez miről beszél? Bajusz Rezső vétel? 20 méter? Hogy mi? Ennek mi baja van? Tényleg 25 méternél van? Pont 25-nél? Pont 25-nél. Nem 20, nem 30, és egyik sem tudta bevonzani a másikat. Hát ez nagyszerű. Aha. Ó, városhatár. Na, ne. Vízben? Did I?
Hoppá. Bocsánat. Úristen. Elsúlyigunk. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm szépen. Be van rúgva? Ki van berúgva? Én? Ki se józanodtam. Hát ez hogyan van? Oké. És akkor most merre? Ennyi? Bevigyük szerintetek a putriba? Ja ne, Bármint az ellenzék közé. Arra akartam. Ez mi? Hülye kérdés volt, biztos, hogy nem visszük be, nem aggódjatok. Nem gondoltátok komolyan. Na! Elindul. Az útkeresés nem sikerült. Mindjárt az első bekötést elrontottam. Hát nyilván. Tehát megyünk. Nagyon megyünk. Még mindig nagyon megyünk. Szasz. Ez itt már az ipari park. Következik az utolsó megálló. És ennyi volt. Baszki, és akkor ezt most hogyan legyen? Ha most én ezt ide visszapipálom, akkor mi történik? Itt visszafele már nem fog megállni, mi? Hogyan érted az, Gergő? Vigyük vissza. De hogyan vigyük vissza? Így ezzel a megoldással? Hogy itt visszatolhat, elvileg itt visszatolhatna a metró, nem? Visszatolhat és ide beáll. Menjen tovább, hova? De hát ez a való életben úgy működik, hogy elmennek egy irányba, átpattannak a másik oldalra, azt mennek. Körjárat legyen. Aj, nem áll, de miért kell körjárat? Ez nem jó. Tehát én azt mondom, oda-vissza menjen, oda-vissza. Ez lenne a cél. Tehát azt mondod, Gergő, amit, tehát hogy ide a kezdő ponthoz pipáljam vissza be, hogy teljes az útvonal? Ezt hello? Ezt mehet előről? Így gondolod? Viszont akkor, miközben visszafele jön, nem fog megállni ez a barom. Hát, igen.
ha ugyanazon a vonalon visszafelé is kattingatom, igen, viszont ez itt nem gáz. Tehát, hogy előre tolat, előre megy, visszatolat, hogy ez nem olyan nagy gáz? Depó fele menjen. Ja, értelek, hogy mondod. Még egy megállót valóban leverünk, és akkor ide fog menni a depóba. És aztán onnan mehet megint. Ja, értelek, aha. Értelek. Hogy egy hurok. Igen, igen. Az sem egy rossz elképzelés amúgy. Igen, igen. Hogy ne szórakozzunk a hurokkal. Csak vezessük vissza. Pedig ez jó van bekötve. Nem érzékeli ezeket az utakat ilyenkor? Hogy ki kell jelölni neki? Egy, kettő... Nem jó. Hú, de hülye. És akkor oda-vissza, így. De ez a hurok, ez baszki, lehet, hogy több időt vesz igénybe. Ez lehet, hogy több időt fog igénybe venni, mint az, amikor előre megy meg vissza, nem? Ez a kanyar, ez ki tudja, mennyit lassítana. Na várjatok csak. Csináljunk meg azt, hogy kössük be rendesen. Itt megnézzük, hogy hogyan fordul meg. Ezt meg tudjuk nézni hamar. Csinálunk egy tesztet, aztán ha nagyon rossznak tűnik, akkor visszahúzzuk. Mert én azt szeretném, hogy ez igazi olyan, oda-vissza menjen, oda-vissza, kész. Aztán, hogyha valakit karban tartani kell, akkor majd jön. Visszavezetés. És akkor így folyamatosan, amikor közlekedik a metró, folyamatosan visz utasokat. Használatban van. Kész. Nézzük csak. Igen, nagyon jó forgalma van a metrónak, és csak egy vonalat csináltunk eddig. Nagyon durva. Közben itt jön a kollega, depóból.
Ez most nem a leglátványosabb metró lett, szerintem. Ezt megcsináltuk volna, úgyhogy csak egy ide nehéz úgy, hogy... Hogy tehát az autót oldalát nem tudjuk kifúrni. Ez itt a baj, ott a rakpartnak az oldalát, ezt nem lehet bántani, sérteni. Még a... Isten, ezen a vonalon még senki nincs. Nulla utas. Hát ez mi? Na minden, nézzük ezt végig. Belepörgettünk az időbe. Amúgy szerintem ez jó halad. Hát ugye 100%-ig dugómentes. Hú, mennyi busz van ott, bazd meg a rakparton. Azt a kurva, mi a bánat az? Te jó Isten! Hát az nem normális. Jézus szentséges atya világ. Mondjuk itt azért rendesen belassult a metró. Ezt tegyük hozzá. Hát azért az a törés az nem a legjobb, de nem baj. Nem baj az. Hadd legyen. Hát ez... Na itt van az irodaháznál. Egy utas, most felszáll három. Hú, gyerekek. Jó, hát még gondolom nem realizálták az emberek, hogy ez van. Igen, ez még csak ilyen próbajáratocska. Pontosan. Muszáj volt ott egyébként a másik vágányra húzni, mert különben nem lehet visszafele menni, tehát ugyanarról a vágányról nem tud visszaindulni. Pedig az lenne jó, hogy ahol megáll utoljára, ott kiszáll a sofőr, átül a másik oldalába, aztán átmegy az Y-ba, na nézzük! Ez a végállomás, ott szépen leparkolt. Igen. Visszatolat. Bemegy oda előre. Hát ez teljesen jó. Ez teljesen jó így. Attól féltem egyébként, hogy esetleg aki majd jön mögötte, az föltartja, de hát annyi metró úgysem fog itt közlekedni. Igen, ennyi. Szépen ide visszatolatot, és akkor most megindul. Oké. Az első állomásnál 50 utas van már. Másodiknál 30. Ez kurva jó. Jó lesz ez. Buszokat majd megcsinálunk ide szépen normálisan. Szerintem ez teljesen jó. Nem kell ide a hurok. De nagyon jó ötlet volt amúgy az. Ezek a kanyarok amúgy nem a legjobbak szerintem. Ezeket a kanyarokat a metróépítésnél mellőzni kell minél jobban. Egyenes, hogy tudjon gázt adni végig. Jó. Szerintem teljesen jó ez. És itt a városházánál 96 várakozó utas van már most. Szerintem indítunk még egy járatot. Vagy ne indítsunk? Sok lenne? Mert hosszú vonal. Ez igazából, tehát... 18, majdnem 19 kilométer hosszú. Hát egyet csapjunk így hozzá, na. Nézzük meg. Na, közben nézegessük a buszmegállókat. Itt buszmegálló nincs is. Mondjuk itt most nem is lesz buszmegálló. Le van tojva. Na most ide ezt ki lehetne hozni. Egy buszmegállót. Így.
akkor őt ott töröltük. Majd mindjárt itt a lilát ide fölhúzzuk még. Van zebra? Ott van zebra. És elvileg én innen azt a lilát föl tudom oda szippantani, és akkor először ő azt fogja csinálni, hogy bejön a városba, vagyis ebbe a régióba, itt fölnyargal, ő megy, tesz egy kört, teljesen jó. Teljesen jó, viszont ha már ezt így csinálja, akkor akár ott is megálltam még egyszer. Na, de be. Így. Ott is megállhat egészen nyugodtan. Ez kész. Ez az irodajárat, egész pontosan. Ipari park. Ezeket a metróállomásokat majd föl kell tölteni. Hogyan van itt a buszos vízbaszolás? Ha. Teljesen jó, és akkor itt megáll, ugye? Ott pedig szintén. Jó. Honnan jön, itt tesz egy kört, tökéletes. És innen akár ezt törölhetjük is. Vagy annyit... Nem. Jó ez így. Nem kell túlzásokba esni, hogy mindenhova. Busz megálló. Viszont ha már itt tartunk, cikét lehetne javítani a... Ipari alkalmasság. Általában jó területeket jelöl az ipari övezetek számára a munkaerő és az erőforrás elérhetősége szempontjából. Az ipari területek övezeti besorolásakor a zónázási tényező... De mi az, hogy alkalmassági... Alkalmasság az, az rossz. Ipari alkalmasság. Munkaerő és az erőforrás elérhetősége. Igen, tehát lényegében az alacsony sűrűségű házakból. Tehát, ha én minél több ipari zónát lerakok, akkor lényegében a kertes házban dolgozók fognak idejönni dolgozni. Jól mondom? Az a baj, hogy teljesen jól. Amúgy itt is lehetne simán létrehozni egy külön ipari zónát. Kingston Mines, azta. Jó mondom? Mögöttünk érkező metrónak nekem. Hát az is jó igazából, azt is. De nem kell. Tehát olyan sűrűn nem fognak menni itt a metrók. Nincs dugó. Nem tudnak olyan sűrűn menni itt, hogy feltartsák egymást. High-tech ipari résznek, amit mutattam. Az mi? Az mutattam. Na, mit mutattam? Mit mutattam? Mutattam valamit? Gergó, te miről beszélsz? Lent a sarokba, igen. De milyen... Ja, igen, tehát hogy high-tech ipari rész. Igen, hogy ilyen hiper-szuper ipari park. Hát igen, ugye itt megy az autópálya, ott fölcuppanhatnak szintén az autópályára. Mehetne. Még több zsosi-mosi? Az irodaházak meg hát ez... Ezek engem megölnek.
Hát akkor tessék. Az meg lehető legrosszabbat kattintottam be. Ó, elnézést, téves! Bocsánat, téves. Bocsánat. Ups. Hupszika, hupszika. Csúszott. Szóval így akartam. Magas sűrűségű rodákat létrehozni. Színházi színész kúria. Ó-ho-ho! Amikor nem a színpadon áll, itt pihen egy neves színész. Ki legyen az? Ki legyen az? Hol pihenjen? Ki legyen? Benedict Cumberbatch. Vagy... ő. Na? Christian Bale. Christian Bale. Hát hol legyen ennek a majomnak az ingatlanja? A kutya fáját. Itt se sokáig lesz amúgy körforgó. Itt mi is van? Közösségi medence. Kucsi. Ez egy de jó zene. És akkor ilyenkor szokták néhányan feltenni a kérdést, mi van zene? Hát, nem biztos. Most akkor ide menjen? Mindegy? Á, mindegy. Elkéstetek. Itt fog pihenni! Benedict Cumberbatch kúria! Benedict Cumberbatch... Azt hiszem így kell írja a nevét. Rezidencia. Ki se fér öregem. Így viszont igen? Azt hiszem így kell írja a nevét. Ő játszotta Sherlockot. Az igazi Sherlockot. Aki nem látta, nézze meg! Hát az zseni! Húha! Az egy... nem tudom. Annak simán kellett volna kapnia akár még több Oscart is. Jó! Mindegy, nagyítok. Biztos, valószínű, de... én hülyeségem. Viszont jó. Hatalmas fordulatok. Ahogy megmagyarázzák benne a dolgokat. Nem, szép fokozatosan. Patrik, nem kell sietni sehova. Csak szép nyugodtan. Keanu Reeves. Ja igen, most ez Ron GP-ről dokumentumfilmje. És amúgy Michael Jackson, gyerekek. De várjam, mi lenne akkor, hogyha Michael Jacksont átköltöztetnénk innen? De nem, nem, ő itt nagyon jól érzi magát, ott van mellett a játszótér. Szóval ő...